Egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a Naplemente Nyugdíjas Klub tagjai elhunyt klubtársaikról ünnepségükön. A szervezet hagyományosan megünnepli a tagok születés- és névnapját egy nagyszabású rendezvény keretében. A klub 28 éve alakult. A 85 év felettiek, akik betöltötték a 70. életévüket és a klub alapító tagjai ajándékot kaptak az ünnepségen. Prózával, verssel, énekekkel és táncos produkcióval is köszöntötték egymást a Naplemente Nyugdíjas Klub tagjai. Bizony 18-an, 80 év felettiek már közülünk, körülbelül 115-en vagyunk, és 18 már 80 éven belül van. Hát a 70 év felett azt nem mondjuk, mert az az öm, 70 és a fölött, és akkor jön a feltörekvő ifjúság a 62-től fölfelé. A Naplemente Nyugdíjas Klub az egyik legaktívabb civil szervezet 60-ban, programokat, kirándulásokat szerveznek, és rendszeresen fellépnek a városi rendezvényeken. Horváth Riád polgármester köszöntőjében a klub értékteremtő munkáját méltatta. Sem magában véve egy civil szervezet életében is a 28 év az nem kevés. Nem tudom, hogy hány olyan civil szervezet van, amely föl tud mutatni ilyen sok évet, vagy akár ennél többet is. Én úgy gondolom, hogy nem sok. És ebben benne vannak önök, és benne vannak a klubvezetők, az egykori és a mostani klubvezetők, és mindenki benne van, aki ebben részt vett valamikor, illetve most is részt vesz. Az ünnepség végén mindenki kapott egy szeletet abból a születésnapi tortából, amelyet Horváth Riárd hozott a klubtagoknak.